Egészen más témával folytatjuk, több mint 100 helyi rádió működik jelenleg Magyarországon, ezek a hazai lakosság 40-50%-át minden nap elérik. Erről is szó volt a Helyi Rádiók Országos Egyesületének nyíregyházi ülésén. Kutatások szerint elsősorban az új információkért hallgatnak a rádiót az emberek, a második helyen pedig a szórakoztatás áll. Ezért a helyi rádiósok szórakoztatva próbálnak tájékoztatást adni hallgatóiknak. Ennek a nyíregyházi székhelyű rádiónak a stábja pénteken látványstúdióból szórakoztatta a hallgatókat a belvárosból. 10 éve vannak jelen a megyeszékhely és a térség életében. A legnagyobb slágerek a 80-as évektől napjainkig. Szép napot kívánunk élőben a Kossuth térről. Ma Magyarországon több mint 100 helyi rádió van, ezek fele tagja a Helyi Rádiók Országos Egyesületének. Az idén 20 éves szakmai érdekképviselet Nyíregyházán ülésezett. A rádiózás korának végét már sokszor megjósolták, ám létjogosultsága ma már megkérdőjelezhetetlen. Ez bizonyítja az is, hogy a gazdasági válságot a legtöbben átvészelték, sőt az utóbbi időben növelni tudták reklámbevételeiket. Érzünk némi fellendülést, szerencsére a számok is ezt mutatják, tehát látszik, hogy a gazdaság kezd magához térni. Általában véve a médiapiac mindig egy nagyon érzékeny barométere annak, hogy a gazdaság milyen állapotban van. Mi tulajdonképpen a 2009-es válság bekövetkeztekor szinte azonnal érzékeltük a problémát, hiszen bár nem logikus lépés, de nyilvánvalóan, hogyha recesszió van egy gazdaságban, akkor egy vállalkozó sokkal könnyebben vonja meg a kommunikációs és marketing költségeket, mint mondjuk a béreket, mert azt nem tudja, vagy a járulékfizetéseket. Tehát ebben az összefüggésben azt gondolom, hogy mi megszenvedtük a válságot. Nagyjából egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt éreztük azt, hogy bizony elindult egy fellendülés, és reméljük, hogy ez tovább fog tartani, és a helyi rádiók tovább tudnak erősödni. Milyen a létjogosultsága a helyi rádiózásnak ebben a felgyorsult és technikailag nagyon rohamosan fejlődő világban? Hatalmas kihívás ez mindenkinek, tehát az a változás, az a földrengésszerű változás, ami a médiapiacon most egy lassan már 5-6-8 éve zajlik, ez hihetetlen feladatok elé állít mindenkit, aki a médiapiacon él és dolgozik. Mi egy olyan médiumot képviselünk, amelyet dinoszaurusznak is lehetne nevezni, hiszen nagyon öreg, nagyon régi, a rádiót sokszor eltemették már, a televízió, a műhold, az internet megjelenésével. A rádió jelentem él és virul, a helyi rádió különösen él és virul, ez azt jelenti, hogy életképes. Az életképességét pedig én elsősorban abban látom, hogy mindig nagyon jól tudunk alkalmazkodni a környezeti változásokhoz. Jelen pillanatban úgy látom, hogy tartalomközpontúvá válik a médiapiac. Mi is erre koncentrálunk, tehát olyan tartalmakat próbálunk létrehozni, amelyeket egyébként majd más csatornákon és felületeken is próbálunk publikálni. De a rádió egy olyan különleges médium, egy olyan auditív médium, amely a halláson keresztül próbálja meg az embereket meggyőzni. A rádióval nagyon szoros érzelmi kapcsolatba tudnak lépni az emberek, sokkal szorosabb az érzelmi viszony a közönség, a hallgató és a rádió között, mint bármely más médiumban. Mi ezeket a stratégiai előnyöket megpróbáljuk kihasználni, és megpróbáljuk előnyünkre fordítani. A rádiósok fő témája az ülésen a hírek voltak, mivel ma minden kutatás szerint elsősorban az új információkért hallgatnak rádiót az emberek. Az emberek többsége leginkább az információ miatt hallgat rádiót, és általában csak második helyre kerül a szórakozás iránti szükséglet, de ez a kettő alapvetően dominál, és tulajdonképpen innen jön aztán az, amit infotainmentnek is szoktak mondani, tehát a helyi rádiók elsősorban szórakoztatva próbálnak tájékoztatni, és van egy nagyon markáns karakter, ami ehhez még hozzájárul, az, hogy helyben teszik ezt, tehát helyi információkkal próbálják meg ezt megtenni. Ahogy a bejátszásból is látszott, tehát nem temetni jöttünk a rádiózás, sőt, hanem éltetni. Vendégem Szakács Tibor, a Heroe elnökségi tagja, egyben a Retro Rádiónak a vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, én is. Nézőknek mondom, hogy nyilván, mivel nagyon régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk. Hogyan zajlott, milyen hangulattal mentek el a tanácstagok erről a múlt hétvégi tanácskozásról? És miért éppen Nyíregyházán volt? Hát gyakorlatilag én nagyon remélem, hogy nehéz volt a táska, amikor elindultak hazafelé, mert nagyon sok okos információt hallhattak arról, hogy milyen nagyon fontos szerepe van a rádióban, a helyi rádióban, a hírszolgáltatásnak. Hogy elnök úr is kiemelte ugye az iménti percekben, ez egy olyan tartalom, amire a helyi rádióknak fokozottan figyelni kell. Az emberek életének központjába, középpontjába egyre jobban különben a hírek kerülnek. A rádió
ebből a szempontból azt az egyetlen egy nagyon fontos funkcióját tudja kihasználni, ami nem más, mint a gyorsaság. És hagy emlékeztessek sajnos akár egy szeptember 11-re, akár egy brüsszeli robbantásra. Vetekedett a gyorsasága az internettel, és ebből a szempontból a hallgatóinknak több 10%-a jelezte vissza, hogy innen értesültek először ezekről a dolgokról, betölti a funkcióját, és ennek nagyon lényeges szerepe van a helyi emberek életében. Hogy miért pont Nyíregyháza? Nyíregyházán már volt különben egy ilyen workshop, amit a helyi rádióknak tartottunk, szeretnek ide visszajönni. Én nem tudom, hogy ők is érzik azt valószínű, amit mi érzünk itt helyi rádiósok, hogy ennek a Nyíregyházának van egy fantasztikus varázsa, és nagyon jól érzik itt magukat a rádió tulajdonosok, azok a munkatársak, akik jelen voltak ezen a workshopon, és szívesen jönnek ide vissza. Ugye nagyon nehéz úgy informálni a hallgatókat, ők közben szórakoztassátok is őket. Hogy lehet ezt a kettőt jól ötvözni, hogy ne legyen blödség, butaság és bambaság, hanem tényleg szórakoztató legyen, de azért informatív is? Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi rádióknál a hírszolgáltatás az ilyen, hát nem tudok jobb szóval fogalmazni, kereskedelmi stílusban történjen. A mi feladatunk az nem lehet a közszolgálati mély tartalmak átadása. Mi fontos, hogy felhívjuk egy adott hírre a figyelmet, tényszerűen tájékoztassuk, ezek a hírek legyenek központosítottak, és összpontosítsunk a valós tartalomra, a fő üzenetre. Éppen ezért, ha egy hír ütőképes, hogyha egy hír megfelelő szövegkörnyezetben úgy van elhelyezve, hogy az élvezhető a hallgató számára, akkor jól végezte a dolgát a hírszerkesztő. És ebből a szempontból ez egy nagyon fontos és nagyon tanulható, de egy nagyon-nagyon fontos olyan elem, amit a helyi hírszerkesztőknek ezt bizony-bizony meg kell tanulni, hiszen hogyha egy rádiónak a hírszolgáltatása nem megfelelő, ez a hallgatottságára nagyon-nagyon komolyan kiveti a hatását. Egyébként drága mulatság a rádiózás, tehát ügyvezetőként is kérdezlek, hogy sok-sok pénz kell hozzá, vagy elsősorban nem pénzkérdés, hanem valóban szakértelem és tapasztalat kérdése? Erre egy nagyon jó válaszom van az, hogy mindenhol a befektetett érték fogja meghatározni, főként azt a minőséget, ami gyakorlatilag ebből a dologból a végcsövön ki fog folyni. De ez nagyon kevés része annak, ide szív kell. Helyi rádiósként azt tudom mondani, hogy ez az az egyetlen egy dolog, amit én annyira szeretek, hogy képes vagyok napi 24 plusz egy órában ezzel foglalkozni. Én ezt a kollégáimat is úgy válogattam össze, hogy ők is ilyen szemlélettel legyenek. Én ilyen példát mutatok nekik nap, mint nap. Mi így éljük az életünket. Nyíregyháziként, helyi rádiósként, és mindenki a saját maga feladatkörében, abban a feladatkörben a lehető legjobbat fogja tudni kihozni magából, hogyha szereti ezt a műfajt. Hanem akkor kiderül, és akkor gyakorlatilag áttérhet másra. Hozzávetőlegesen azért egy-két kollega volt csak az, aki amit elkezdett, más hollandolt. Főként azért ez az előszelekció alapján ez ki szokott derülni, hogy ki melyik területen tud nagyon-nagyon eredményes lenni. De akkor fontos az is, hogy a bejátszásban két kollégát láttunk, Simon Norbit és Igaz Lacit, hogy mondjuk velük lehet találkozni a városban, a boltban is, vagy bárhol máshol. És itt azért is kérdezem mindezt, mert mindig is fontos verseny volt az országos csatornák és a helyi csatornák között. Nyíregyházán hogy állnak most a hadállások, tehát mennyire inkább a helyi, vagy mennyire inkább az országos rádiót hallgatják a nyíregyháziak? A hallgatottság ebből a szempontból mondhatni azt, hogy kiegyensúlyozott. Mi nem tudunk azzal versenyezni, amit egy országos kereskedelmi rádió az arculatra, a saját maga népszerűsítésére, az úgymond berenderősítésre elkölt. Ehhez sokkal törpébbek azok a költségek, amikkel mi tudunk gyakorlatilag helyben megjelenni. Amit mi viszont tudunk adni, az a helyi tartalom, amire a helyi emberek kíváncsiak, azoktól az emberektől hallják, akik nap mint nap itt vannak, ahogy te is mondtad az előbb, és nagyon jól mondtad. És ami fontos, hogy egy nyíregyházi ember, az egy budapesti rádiótól nem fog nyíregyházi információkat kapni. Ez a városa az, amit mi a legjobban szeretünk, ezeket a lakosokat imádjuk a legjobban, és őket informáljuk arról, ami velük történik napi szinten. Ha a környezetére kíváncsi, ha neki is fontos Nyíregyháza, akkor minket fog választani. Záró kérdésképpen mi lett a jövő útja? Ugye, ahogy a bejátszásban is hallható volt, sokszor temették már, hogy a tévé elvisz mindent, az internet elvisz mindent, mégis vannak helyi rádiók. Hogy látod, hova lehet fejlődni?
Mi azt szoktuk mondani, rádiósok, hogy mi sosem dolgozunk. Mi mindig azt csináljuk, amit élvezünk. Addig, ameddig mi ezt élvezzük, addig jó lesz a rádiót összerakni. A kollégáimnak a stábgyűlésen egy dolgot szoktam mondani, ha nem élvezed, nem élvezi, mármint a hallgató. Éppen ezért addig, ameddig ilyen lesz a hangvétele, én szerintem ezt a műfajt kiölni, kiírtani lehetetlen. A rádióra szükség van, a gyorsaságra, a szórakoztatásra, a pontosságra, az informativitásra. Mi ezt szeretnénk, ezt tudjuk, ehhez éltünk, és ezt fogjuk a folytatásba is csinálni addig, ameddig erre feljogosítást kapunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm.